Gyermekeket látunk a felvételen, olyanokat, akikre vigyáznunk kell. Vigyáznunk kell az online világban is, és ez már nem új téma, jó néhány éve foglalkozunk az online gyermekvédelemmel, de Baracsik Katival most azzal folytatjuk, hogy milyen újdonság van ezen a területen. Az ENSZ mellett működő ITU, vagyis a Nemzetközi Telekommunikációs Egyesület új útmutatókat adott ki mindehhez a témához. Erről fogunk most beszélgetni Baracsik Katival, internetjogásszal. Szia Kati, jó estét kívánok! Szia, jó estét, köszöntöm a nézőket! Miért volt szükség most új útmutatókra? Megváltozott valami? Sokkal durvább lett a helyzet? Így van, felélénkült a helyzet mindenképpen az internet adta viszonyokkal. Az első útmutatót, amit az ITU kiadott, az 10 évvel ezelőtt történt. És hát azért 10 év alatt nagyon sok minden változik a digitális világban. Ez a helyzet pedig különösen súlyossá vált azzal, hogy most egy világjárványban vagyunk, ami sokunkat az online térbe kényszerít. És a gyerekekre még nagyobb figyelem hárul, hogy mit, mennyi ideig, hogyan használnak, és hogyha bajba kerülnek, akkor kitől tudnak segítséget kérni. Te hogyan látod, hogyan érzékeled, hogy több gyermeket érint a probléma, vagy sokkal súlyosabbak a problémák? Melyik a jellemzőbb, a mennyiség vagy a minőség? A mennyiség tekintetében azt mondanám, hogy több gyerek már egészen kicsikorban elkezdett internetezni, szóval nem gyakori az a helyzet, hogy mondjuk egy 3 éves kezében a saját tabletje van, az, hogy okos telefonja van, és a saját oktatási tapasztalataim alapján a 9-10 éveseknél már 3-5 okos eszköz is van. Szóval rajta vannak a hálón. A veszélyek pedig már korábban is megvoltak, csak hogy itt van most egy új generáció, egy új lehetőség arra, hogy a világhálóhoz kapcsolódjanak. A közösségi média... Lám például, bocsáss meg, ez a kislány is nagyon szakértő szemmel pötyögött a billentyűzeten, szóval ezek a mai kislányok meg kisfiúk már egészen mások, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Pontosan, de szerintem azról nem szabad elfeledkezni, hogy attól, hogy valaki jól kezeli a technikát, érti az eszközöket, nem biztos, hogy felismer egy olyan helyzetet, amikor vissza akarnak vele élni, átverni, becsapni, kiszolgáltatottá válik az interneten, vagy csak gondoljunk arra, hogy az információt hogyan fogyasztja, hogy rájön-e arra, hogy mi az, ami valódi, és mi az, ami hamis. Ebben nekünk felnőtteknek kell, támogató partnereknek lenni, hogy egy biztonságos, pozitív és értékteremtő online élményben legyen részük a gyerekeknek. És hogyha ezeket a képességeket most megtanulják, akkor már ők maguk is egészen máshogy fogják alakítani az online teret. És föl lehet használni olyan eszközöket is, mint amiről az előbb Képes Gábortól is hallottunk, a robotkészítő készlet. Készül most itt az útmutatókhoz is egy kis robotka, aminek van még neve is ráadásul. Sangó, jól mondom a nevét? Sangó és Sangó, mind a kettő, az autentikus japán kiejtéssel azt hiszem egyikünk sincsen tisztában, mert hogy ezeknek a gyermekvédelmi útmutatóknak... Aha, itt van, mutatjuk. Sangó, aki egy japán ninja, és a gyerekeknek készült, azt mondanánk, hogy storybook az angol megnevezése, azaz egy internetbiztonsági képeskönyvben. Sangó az, aki különböző izgalmas helyzetek elé állítja a gyerekeket, a digitális jogokra felfűzve. Hogy mi történik például egy játékhelyzetben, mi történik, hogyha egy ismeretlen selfit kér tőlünk, bejelöl minket az interneten, vagy bármi más olyan helyzet, ami a mai 9-12 éves korosztályt aktívan érinti, és ahhoz, hogy a gyerekek jól válaszoljanak, Sangó támogatja őket, egyrészt magában a könyvben, másrészt nála van a jó válasz. Szerintem ez igazán barátságos, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy az új útmutatóhoz aktívan bevonták a gyerekeket is, és az egész kabala figura, meg a hozzátartozó történet is úgy született meg, hogy ezt végig gyerekek inspirálták. Csütörtökön lesz majd ennek az útmutatónak a bemutatója egy online konferencia keretében. Aki szeretne értesülni ezekről az útmutatókról és megismerkedni, hogy milyen új ajánlásokat készített az ITU, az Baracsik Katalinnak az Facebook oldalán csatlakozhat majd ez a konferenciához, és ott még több részletet lehet majd megtudni. Kik lesznek a résztvevők, Kati?
Nagyon örülök neki, és izgatottan készülök a csütörtöki eseményre, mert hogy sikerült nemzetközi részről is megnyerni résztvevőket, úgyhogy a protokolláris megnyitók után az útmutatók egyik főszerzője, Carl Hopwood, aki már több évtizede internetbiztonsági szakértőként tevékenykedik, és olyan nagy szervezethez kapcsolódik a neve, mint az InSafe, ami eleve is a gyerekek biztonságos internet használatához kapcsolódik. Ő fog egy átfogó képet adni nekünk arról, hogy miért is van szükség ezekre az útmutatókra és ajánlásokra, mert hogy ezek nagyon is gyakorlati információk, a szülők, az oktatók, a képzők, a politikai döntéshozók és az iparági szereplők is megtalálhatják ebben a helyüket, a szerepüket, hogy mit kell tenni azért, hogy biztonságosabbá tegyék az online teret. Ezt követően pedig lesz egy hivatalos rész, ahol bepillanthat bárki, aki velünk tart az eseményen az elkészült magyar nyelvű dokumentumokba, majd egy szakértői kerekasztalra kerül sor, ahol a digitális gyermekvédelem aktuális helyzetéről és kihívásairól fogunk beszélni, és szerintem a kedves nézőket azzal is bátoríthatjuk a részvételre. Hogy ott lesz hogy ez a szangórobot is. Igen, ez is egy nagyon vonzó dolog, bár remélem, hogy ezért a gyerekeket, fiatalokat megszólítja, de mindenképpen szükség van ahhoz, hogy a digitális jogokat, ami első körben egy kicsit száraznak hangzó téma, bátorítsunk és tegyük földivé, emberivé, és hát mivel digitális jogokról van szó, ezért egy robot tökéletes eszköz arra, hogy beszélhessünk, kommunikálhassunk és játszhassunk együtt.